Amolyan bátaszék specialistának is nevezhető a bonyhádi csapat nyáron Kozár Miszlenyből igazolt csatára Udvardi Dániel, aki az ősszel lejátszott két bátaszék elleni meccsen 7 találatot ért el. A csatár persze akkor lenne igazán boldog, ha más csapatok ellen is rendre betalálna. Persze összességében e tekintetben sem áll rosszul. Először a legutóbbi bátaszék elleni 10-0-ás bonyhádi győzelemmel végződő meccsről a cirka 65 perc alatt, mert hogy nem volt végig a pályán, nem is volt rá szükség, lőtt 4 góljáról kérdeztük a bonyhádi támadót. Úgy készültünk, hogy vissza fognak állni, és az volt a célunk, hogy minél előbb megszerezzük az első gólt, mert tudtuk, hogy onnantól kezdve könnyebb dolgunk lesz. Hál' Istennek ez sikerült, hamar el tudtuk dönteni a mérkőzést, igazából már negyed óra után. És hál' Istennek utána még tudtunk rúni rá pár gólt. Hogyan láttad a góljaidat, tehát hogyan rangsorod, melyeket tartod igazán csatár teljesítménynek, és melyeket, amelyek tulajdonképpen már az ére kellett feltenned a pontot a 4-ből? Hát az igazából az összes az majdnem kidolgozott helyzet volt, védők mögé beindítottak, kapus mellett csak el kellett passzolnom a labdákat, szóval ugye egyiket se tudnám kiemelni, igazából az első volt a legfontosabb, mivel megszereztük a levezetést. Egészen jó hatékonysággal értékesítette a helyzeteit ezen a meccsen a bonyhádi csatár. Hát az első meccsünk ugye Tamási ellen volt, ott úgy mentünk ki, hogy győzni szeretnénk, meg is voltak a helyzeteink, sajnos kaptunk egy elkerülhető gólt, amivel az ellenfél megszerezte a vezetést, és onnantól kezdve megvoltak ugyanúgy a lehetőségek, amiket nem tudtunk kihasználni sajnos, ezáltal alul maradtunk, utána jött még egy nagyon fontos rangadó a számunkra, ott meg nálunk volt a labda, mi birtokoltuk, az ellenfél nagyon jól levédekezte ezeket, megszerezték a vezetést, és igazából azt tudom mondani, hogy nem is tudtunk kialakítani helyzetet, ott nem is érdemeltünk győzelmet, sajnos ezt így el kellett könyvelnünk, hogy ott az ellenfél jobb volt nálunk. Úgy érkeztem ide, hogy komoly célok vannak, hogy megnyerjük a bajnokságot, és jövőre NB3-ba fogunk indulni. Ez az elnökség megtesz mindent, hál' Istennek jó körülmények vannak, nagyon jó csapatot hoztak össze, ugye több játékost tudtunk igazolni. Hát és innentől kezdve rajtunk múlik, hogy megnyerjük-e a bajnokságot.